Döglesztő meleg van odakint. Nagyon meleg. Ezt el kellett mondanom így bemutatkozásom előtt, hisz tudjátok, két a Norbi vagyok, ez pedig a Lost and Damned végigjátszáson következő része. De egyszerűen kint meg lehet hullani, olyan meleg van. Ma már nem terveztem videót felvenni, ez a hülye állandó őzés, de mindegy. De hát ez így alakult, tehát menjünk is a következő küldetésünkhöz, amit még nem adott ki a térkép. Én gondoltam, hogy hamarosan fel fog hívni valaki, és ki lehet az, mint Ray. Vagy Ray Mundo. Ashley, meg... Na, nem akarok csinálni, beszélni. Azt a rohadt, menjen már innen, hülye taxis. Ja, igen. Most lesz a múzeumos küldetés. Nikivel is találkozunk, nagyon jó lesz. Szerintem támogatással kéne oda mennem. Legyen egy kis támogatásom, hogyha már félmillió dollárt el fogok lopni. Mert ugye el fogok lopni félmillió dollárt, ezt is tudjátok a GTA 4-ből. Ez lesz a Lost Veste, már előre megmondom. Johnny Club viszont nem kellett volna ellopni ezt a félmillió dollárt. Minden jó lett volna. Talán meg lehetett volna menteni egész Lostot, de hát így. Én a Pegorino családtól, nem is egy mafiózóktól lopni, tudjátok az örök érvényű törvényt, a szabályt. Remélem tudjátok. Nem fogom most elmondani. De én sem tudom. De remélem ti tudjátok. Na hát akkor kérjünk egy kis támogatást Clay barátunktól. Ez ilyen buzis volt, de remélem... Mit tudom én, uram, hogyha rám jött az a meleg. Hát akkor együnk egy kicsit addig. De komolyan mondom, nem bírom beszélni most ilyen melegben, de... Aha, hideg van, az a baj, hogyha... Á, uram, atyám, komolyan meg fog őrülni, meg fog őrülni. Főleg ettől hír Dudától. Hey! Gyertek már közelebb! Itt vagyok! Ne szállj már le! Akkor szállj fel, mert közelebb kell menni. De én a mosodommal megyek, úgyhogy ennyi volt. Mit kalócsász? I'm your never to ever feel. Ugye mi megyünk be elsőnek a Libertonia múzeumba, utána találkozunk Nikóval, és végül a gonosz Louise jön, és lelövi azt a szép kis zsiró bácsit. Uram, atyám, akkor úgy utáltam Louise-t a GTA 4-be, az a nyomorék, seggfej, tönkretett itt a üzletet, de a GTA-ben meg nagyon bírom. Ravocino, üdvözlök Önöket a Jurassic Parkban, remélem ezt még emlékszek erre. Gyertek már Terry McLay. És akkor jöjjön Nico Bellic. De miért ebben a hülye izé kabárban vagyunk? Emlékszek, a GTA 4-be öltönybe jöttem ide. Mindegy. De amúgy bocs, Nico, hogy ára voltam románt. Mori, come over here. Let's see some money. Hú, de ezt a küldetést háromszor, ezt a videót háromszor kell megnéznünk, ugye? Ha mind a három főszereplőt végigvisszük a játékot. Uram, atyám. Get in there, Maury. Maury. Hú. Isaac. Hú, de jó. Mindjárt lelőnek. Vigyázz. Szép a kalapod vagy sapkád, vagy mi az. Alig takarja ősz fejedet. Louise! Bam! Na most ne lopd el Johnny a pénzt. Most ne lopd el azt a rohadt pénzt. Ne lopd el azt a pénzt, hogy égjen oda a kezed. Ne lőjd le Johnny-t!
A zsidót lőheted. Bazd meg. Fuck you, man. De még jó, hogy Terry McRae itt volt a háttérbe. Ugye Nico megy jobbról, én balról megyek, menekülünk, elvileg nekem kéne leghamarabb kiérnem. Utána Nicónak, és majd Louis szépen ellopja a gyémántot. Igazából az övék, de hát hazudnék, hogyha övék lenne. Ők vették, de akkor is a igazi tulajdonos Ray Bulgarin. De őt senki sem kérdezte meg. Menjetek már a hülye magnumotokkal! Nekem AK-47-esem van. Majd 46-os mondtam, majdnem. Lehet lecserélnem. Lecserélem, alig van ebbe töltény. Ebbe egy kicsivel több van, magnum. Van még valaki? Talán te? Miért vagy olyan ideges, Johnny? Talán van még... A safe volt, majdnem eltalált. Ott kötött ki a golyó. Ott! Na gyerünk. Easy lava. Na, Nico pedig hamarabb kijött. Úgy tűnik. Nico pedig komoly. Serious man. He's the man. Nekem ne dumáljál már, Clay. Ő az ember, nem te. Te csak egy nigger vagy, na. Táncolj át az éjszakát. Anyát kilőtte ki az ajtót. Jaj, még most a java mi? Így is lehet mondani. Hát úgy tűnik, itt már tényleg nincs visszaút. Kihúztuk a gyufát a maffiánál, mivel nem tudom, a hány maffiózótól bontok szét. Nem kellett volna. Mondjuk én sem dolgoztam volna Ray Bocsinóval, de ami ezek után jön a... ami ezek után történt majd a rossz, az minden csak nem szép. Mindegy. A hátsókat kell megölni, mert menekülni fognak a csicska nyomorékok. Ki az a nigger? Ja, az a nő. És tudta, hogy menekülni fognak. Még jó, hogy itt van csop 2. Jaj, de jó, vadászok le őket. Nagyon jó lesz. Sok haszna nincsen amúgy. Körözés azt rakjátok, hogy már megszokhattuk. Körözés az... az jó. Most átmennek az első szigetről, hogy mit a pont-pont-pontot csinálnak. Pont-pont-pont-tot csinálnak. Utam ezeket a menekülős költéseket. A menekülnek, jaj! Ah. It's a night. Ennyi volt. Óvatosan vezessetek már azt a hülyen motort. Ha nem tudtok vezetni, akkor vegyetek valami mopen kerékpárt, vagy valami. Cunnáj. Az jó kanyar volt. Jó bevettétek ezt a kanyar bácsot. Te se lősz már többet. Ezt egy gránáttal fogom elintézni. I can wait. Ezzel nem tudom, mit érünk, hogy felrobbantjuk ezeket. Jó, hát mondjuk nem... Jajaj! Hát tudtam, majdnem felrobbantak ezek. Igaz, Nico elmondja Ray-nek, hogy elloptuk a pénzt, ugyan mindegy, hogy kinyílik ezeket, vagy nem, de hát a... Csak, hogy legyen már hosszabb a küldetés, nem? Ó, persze! Hosszabbítsuk meg a küldetést azzal, hogy még le is kell rázni a zsarukat. Nagyszerű, te meg üsd azt a civilt! I know it's on the sky. Away. Ó, de miért rakják be szembe azt a hülye rendőrkocsit? Egyirányú utca van, vagy nem tudom. De berakják azt a hülye rendőrkocsit, azt rázom le a zsarukat. Komolyan mondom, agyamat eldobom. És meleg is van. Uram, atyám. Valahol úgy tudom, hogy Jimmel találkozni kell. Valahol itt, ezért járkak erre. Hát tudtam, hogy majdnem elesek. Istenem, ezek a nyolronc küldetések, komolyan mondom. Ezt a múzeumos küldetést háromszor kell megcsinálnunk. Igaz, más szemszögből. De nagy...
tulajdonképpen nem nagyon változik. I can't wait. Mondtam, hogy Jimmel még beszélnünk kell. Oda kell, át kell neki adni a pénzt. De hogy mi lesz az a pénz, az sose derül ki. Félmillió dollár elmegy az egészbe. Nem jól dolgozták itt a vége felé a történetet. Mi lett az a félmillió dollárra, amit odaadtam Jimnek? Mi lett vele? Kérdem én. Soha nem kapom rá meg a választ. Igen, most találkozunk, hogy átlökjük neki a pénzt. Mit hoztál? Szerint félmillió dollár. Yeah, fuck 'em. I guess we're rich then. Hold on to it, brother. You bet your balls on it. I'm tweaking my fucking face off. Ennyi volt. Ennyi volt. Most mi lesz a pénzzel? Fogalmam sincs, 10 000-et kaptunk. Kitől kaptunk 10 000 dollárt? Kérdem én. Mivel most vettük át Ray-t. Akkor ki adott nekünk 10 000 dollárt? Kivettük a táskából 10 000-et? Akkor miért nem 100 000-et vettünk ki? Legalább úgy lenne pénzem, fegyverem, alig van töltényem. Ne fenyeges! Azt a ikont se raknák be. Mert most ugye megint nincsen küldetés. Nem is tudom, hogy kit kéne most felhívni, szerintem senkit. Tudom, melyik küldetés fog következni, de meg szeretném így csinálni előtt azt a ember ikon, azt a emberke kis ikon küldetés. Jó, bekékült. Nagyszerű, már a fejem is mindjárt be fog kékülni, de beadták a küldetést. Találkozunk Ray-nél. Jim küldte. Akkor miért Ray adja a küldetést? Jim adja a küldetést, vagy küldi. Akkor miért Ray Pacinóan kiadó, hogy Ray többet adjon? Nem ő fogja adni a küldetést. Mint emlékszem, a Vice City-ben volt az, mikor meg kellett ölni Diazt, és nekünk beadta a Diaz jelet, hogy Diaz adja a küldetést. Közben Lance adta. Jó, ha Lance nem adott küldetést, akkor miért nem írta ki a V betűt, hogy verseti, hogy saját küldetés, hogy ki kell nyílnunk a drogbárót. Diaz nem adta azt a küldetést, őjük meg, saját magát. De mindegy, voltak hülyeségek. Főleg most megint Mákot kell hallgatni, ja Istenem, Istenem. Ez mi? Jaj, a verseny, jó, remélem gyorsan lezajlik. Most ilyen sportkocsival? Sportkocsi. Gratulálok, Gator Norby, gratulálok. Mit akartam mondani? Nem igaz? Eltüntették a hexeremet. Most mehetek ezzel izével, jacuzzival, vagy jacuzzi. Vagy jacuzzi. Ja, Bati 800 elnézést. Ja, Felsőváros 800 lovas. Jó hülye neved van. Fel tud mérgenni néha a játék, most is felmérget. Hol megyünk? Itt kell átmennünk? Ez mi? Mi volt ez? What? Ő nevezi magát versenyzőnek, vagy motorosnak. Isten tudja, hogy minek nevezi magát az a nigger, nagypofájú. Gyerek! Menj a rajtrácshoz! Na, ezt szerettem én a Lostos, a Lost MC, na, Lost and Damned DLC-be, hogy nem csupán motorverseny hanem van, hanem annak hozzá egy bézbütőt. És van egy bézbütőm, ezt szépen Mákot leütöm. Nem elég bal egérgomb, ugye jobb egérgomb, itt egy kapó is vezet nekünk, de ha hosszan nyomjuk, például azt a csajt, nem sikerült leütnöm. Mindig a nőket bántom. Ilyen seggfej vagyok, a nőket kell bántom. De nem én vagyok, hanem Johnny Kravitz. Rámondjátok, ne rám. Én akkor is leütöm azt a nőt. Mindenkit le fogok ütni. Repülj tovább, nélkülem. Haha, de szerettem ezt a motorversenyes küldetéseket. Ez a cowboy nő volt. Nem halt meg úgy, hogy ő. És most jön a másik nő, nagyszerű. Ezeket nagyon jól leütni, komolyan mondom. Hát mit versenyeznek itt? Azt hiszik keményen, mert motoroznak. Menjek inkább otthon mosni, vasalni, gyereket nevelni, nem? Most azt hiszik nagy big lady-k itt motoroznak.
Majd Johnny Clarice mondanozik. Ti meg vasajátok ki a ruhát! De nem tudom utolélni. Az igen, 8-ból első egy nő. Nagy férfiak vannak itt. Jó, hát semmi izé. Most nem tudom mi adnak a kifejjelentés ennek a szónak. Komolyan mondom, hogy nem járok már... Hova nem járok? Hello. Túlért. Kirak ide egy bevásárlókocsit a út, majdnem a közepér. Uram, atyám. Jaj, Isten, Istenem. Jimmy már Winget vár Rainier. Már alapból gyanús, hogy a ellenségnél mit keres a barát. Átfert. Ő az árduló. Lancelot 3. Hú, de jó szám, de utána ezt a számot, komolyan mondom, nagyon ott eldomott a számtól. Mennyi az idő? Oké. Okay. Ó, ne. És utána, hát sajnálatos hírrel, a szívemmel boldogsággal mondom el, hogy már Markkal nem fogunk találkozni. Esetleg, ha G-től a következő részre berakják, akkor igen. De úgy a G-től se raktál be, úgyhogy hála jó Istennek. Nem valami nagy karakter volt, azt kell mondjam. Pofázik, de hát melyik G-től karakter nem pofázik? Úgyhogy ennyi lett volna. Na. Élvezzük ki a csendet és a békességet, én azt mondom, srácok. Na, halló. Hallottam, hogy jön be valaki. Mondom, azt hittem, hogy azért anyának valami barátnője, de... Már elöntöm ezt a küldetést, ha. De még most jött éve. Milyen olyan csárba? Halló, én vagyok az KB. I was lucky to be born in the US of A, dude. I was lucky to be born after the invention of penicillin and the internal combustion engine. Aztán mérem most, de szerintem ez lesz a... ennek a résznek a vége. Majd még veszek fel egy másikot is. Jaj. Igen, most lett vége ennek a küldetésnek. Jó sokat adtak, $250-ra a szújjak a szememet. Egyenek sajt. Na akkor szerintem legközelebb elmegyek Rayhez. Addig is most búcsúzok, legközelebb találkozunk. Szóval, sziasztok!